A lángok átterjedtek más helyiségekre, illetve a födém szerkezetre is. A helyszínen egy szabadnapos tűzoltó áramtalanította az épületet, majd a karcagi és a püspökladányi hivatásos tűzoltók két vízsugárral beavatkoztak. Az egységek a házból két gázpalackot hoztak ki, melyet nem ért hőhatás. Bucsán nemrégiben volt egy hasonló eset, akkor egy teakályha kéményében keletkezett tűz, mely átterjedt a 70 négyzetméteres ingatlan födém szerkezetére is.